Megkezdjük Szent István napi ünnepségünket, zászlóbehozatal következik. Énekeljük el közösen a himnuszt. Kedves gyerekek, tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a 2016. évi Szent István napok ünnepi megemlékezésén. A tavalyi ünnepünkön nem volt kegyes hozzánk az időjárás, és beszorítottunk a tornaterembe, és ez hajszál hiány idén is így jártunk. Végül azonban megkönnyörült rajtunk, és most itt ünnepelhetünk, idén 119 éves iskolánk egyedülálló jelképe, a Szent István Gizella dombormű előtt, mely nem csak az iskola épület, hanem a mi közösségünk, összetartozásunk jelképe is. Pedagógus generációk adják egymásnak a kilincset ugyanazzal a vágyjal. Tanítani, Kazinci szavaival élve jót s jól. De egy valami közös bennünk, gyerekként, szülőként, tanítványként, pedagógusként. Mindannyian azt mondhatjuk magunkról, Szent Istvánosok vagyunk. Dunakeszi polgárok sokasága kötődik iskolánkhoz családi szálakkal, és különleges élmény látni a 30, 40, 50 évvel ezelőtti diákokat, amikor az iskolatörténeti kiállításunk előtt állva magukra, barátaikra vagy családtagjaikra ismernek egy-egy régi megkopott képen. A múlt tisztelete mellett a jelenben is tenni kell iskolánkért. A ti feladatotok, gyerekek, hogy Szent Istvános diákként megálljátok a helyeteket, először itt az iskolában, a versenyeken, a tanulmányok során, de még fontosabb, hogy később az életben is. Ha ez teljesül, mindannyian öregbítitek a Szent István iskola hírnevét. Felkérem Karbauer Bálintot, hogy ünnepünkön ossza meg velünk gondolatait. Sok szeretettel köszöntöm az itt megjelent tanárokat és diákokat, valamint a szülőket és a vendégeket. Nagy megtiszteltetés, hogy ismét itt állhatok, immáron harmadszor. Bizony, most már harmadik alkalommal veszek részt az eseményen ilyen formában. Az első volt talán a legkülönlegesebb, amikor még idejáró végzős iskolásként itt álltam ezzel a két csodálatos alkotással szemben, egy gyönyörű jelmezben, és megszemélyesítettem azt az embert, akit a dombormű ábrázol, valamint azt, aki iskolám névadója lesz. Tovább repültek az évek, és úgy látszik az ember életében megismétlődnek bizonyos dolgok, mert ismét itt állok, de azért most már egy kicsit másképp. Ma már úgy állok itt, mint az iskolában dolgozó labdarúgóedző. Szóval jönnek a gyerekek és becsülettel csinálják az edzéseket, bár nem mindig úgy, ahogy azt én eltervezem, de megpróbálok nekik minél több dolgot megtanítani és segíteni, hogy amikor megjelenünk a narancssárga iskolapólóban, a kupán vagy a diákolimpián, akkor büszkén mondjuk azt, megjött a Szent István. Köszönöm. Fogadjátok szeretettel Fazekas Flóra, 8. A-osztályos tanuló, John Williams Raise Down című gitárdarabját.
Koszorúzás következik. Iskolánk dolgozói, tanulói és a szülők közösségének nevében koszorút helyeznek el a Szent István dombormű előtt.